mondd ki az igazságot, küzdj érte bátran, küzdj érte becsülettel. Harcoltak ezek az emberek. Hát ezek az emberek nagyon tudatosan, hiszen ezek frontjárt emberek voltak, nagyon tudatosan azért harcoltak, hogy minél tovább feltartsák azt a szovjet hadsereget, amelyik egyébként elözönlötte volna Európának egy jelentős részét. Azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen Nyugat-Európának is, különösen az osztrákoknak rendkívül hálásnak kellene lenniük ezeknek a katonáknak, akik valóban az utolsó puska töltényig megpróbálták feltartani a szovjet hadsereget. Hát nagyon fontosnak tartom a megemlékezést, hogy ne felejtsük el hőseinket, akik hülyek maradtak esküjükhöz, nemzetükhöz, családjukhoz is harcoltak a bolsevizmus ellen. És ez egy olyan esemény, ami méltó emléket állít. Tehát, hogy végigmenjünk az eredeti útvonalon, és gyakorlatilag közben végig emlékezhetünk és gondolhatunk azokra az őseinkre és hőseinkre, akik ott voltak. Többek között a én nagyapám is harcolt az ostrom során. A kitörés előtt már megsebesült, de szerencsére túlélte. De nagyon sokakban nem mondható el. Tulajdonképpen az ember megdöbben azon, amikor azt olvasgatja, hogy különböző sajtótermékek, különböző politikusok, akik magukat annak nevezik, és akik hát hatalmat is gyakoroltak már nem is olyan rövid ideig Magyarországon, azok úgy nyilatkoznak ezekről a szerencsétlen, azt kell mondanom, szerencsétlen katonákról, mintha ezek valamiféle fasiszta csürhe lett volna, amelyik ki tudja milyen célokból harcolt itt, milyen nemtelen célokból. Ezt engedik ugye sejtetni a különböző hozzászólásokkal és felszólalásokkal, és aki erre emlékezni mer, ugye, hát az természetesen szintén fasisztának, nácinak, meg mit tudom én, hát az ilyenkor szokásos, ugye, mindenfélének el lesz nevezve. Hát a Jobbikról általában az a vélemre, hogy pusztuljon ennyi. Így röviden tömören. Hát most mit mondjak, hát ez lesz, mert pusztuljon. A 40 ezer főből, amelyik megpróbált kitörni, ezek közt is voltak sebesültek olyanok, akik nem feszülőbetegek voltak, amik azért menni még tudtak valamilyen módon, vagy vitték őket a bajtársak. Hát bizony ebből a 40 ezer főből talán egy 400-500 fő az, amelyik végül is megmenekült ebből a gyűrűből. És hát mi azt mondjuk, mi antifasiszták, hogy azok voltak hősök, akik ennek a gyilkos eszmének ellenálltak, életüket feláldozták, életüket kockáztatták. Tehát ez a kitörés, ez önmagában, ha megemlékezünk az emberekről, akkor az egy tisztességes dolog, de ha őket hősként ünnepeljük, akkor ez már a mi értékeinkkel ellentétes. Bizony büszkének kell lennünk rájuk, és nem szabad megengedni azt, amit a bolsevik szemléletű liberálisaink még ma is éjjel-nappal mondanak, hogy lecsülézik, lenácizzák, legazemberezik ezeket az embereket, akik tulajdonképpen Magyarország hőseihez tartoznak, ugyanúgy, mint bármelyik történelmi hősünk. Miért tartottam fontosnak? Azért, mert mindent, amit tiltanak, arra egy magamfajta fiatal már csak azért is rákap, úgyhogy egyfajta demonstráció ez. Hát, ahogy látom, egy nagyságrendel felülmúlta a várakozásaimat ez a részvétel. Nagyon sokan egy is összejött. El tudom képzelni, hogy sokat visszatántorított már ez. De hát egyáltalán is jóval nagyobb. Nem, nagyon sokan elindultak már. Ja, úgy már elindultak, így van. Hát én most későn jöttem Karcagról egy másik megemlékezésről. Érdekes, hogy fölfelé jöttem így szembe az ára, szembe gárdisták tucatjaival. Hát már az élmény volt, úgyhogy már tükönülök, hogy elinduljon. És mit szólsz ez a kiemelt rendőr jelenléthez? Hát elképesztő, hogy az egész országban ez van. Fél évvel az úgynevezett forradalom után ugye.
nem csak hogy a Szabadság tére még a szovjet megszállók emlékműve állhat, és költségvetési támogatást kaphat a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, hanem hát még mindig, ahogy egy, talán egy rendőrségi közlemény is volt, nem? Hogy kiemelt erőket mozgósítanak erre, nem a bűnözésre, hát elképesztő. Ennyi sok különbözőre szeretnék megemlékezni a múltunkra, a dicső ősökre, akik még tartották ezt a várost, és szemben értek szárni a bolsogokkal. Mennyire mész? 60? 25-ösre csak. Baracsai miatt én többre akartam, de a barátaim mondták, hogy ők csak helyre tudnak jönni, úgyhogy lesz ma este. Hát jövőre. És hogy készültél fel? Szoktam túrázni, hogy nem kellett készülnem. Úgyhogy remélem bírni fogom. Köszönöm. És miért érezted fontosnak, hogy elindulj ezen a túrán? Hát jó, igaz fontosnak érzi, hogy ennek az egész eseménynek végre megtudjuk, hogy mi is történt valójában, mert amit most hallunk róla, az nem pont a valóságot fedi. Nem pillanatban ugye a leginkább baloldali liberálisnak mondható történészek azt állítják, hogy ez egy nyilas náci kitörés volt, és nem is kell megemlékezni, mi ezt másképp gondoljuk, mert úgy hiszük, hogy itt magyar katonák a hazájukat védték, és igenis méltó az, hogy megemlékezünk róluk, mert példát mutattak az utókornak arra, hogy hogy kell a esküjükhöz híven az utolsó pillanatig kitartani és megvédeni a hazájukat, úgyhogy reméljük, hogy ez a túra is hozzájárul ahhoz, hogy egy kicsit más megvilágításba lássák majd az emberek ezt az egész eseményt. A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének elnöke. Igen. Jelenleg minek kell ellenállni? Mi az ellenállás tárgya? Pont azoknak a gondolatoknak, vélekedéseknek, amik ma Magyarországon eléggé teret kaptak. Mi azt mondjuk, hogy a rasszizmus az a fasizmus előszobája. Van fasiszta veszély Magyarországon? Ilyen nincsen, tehát ezt ilyet így nem mondok. Amit én mondok, hogy mint értékrendben a szélsőjobbra tolódás Magyarországon ez eléggé tapasztalható. A nácik tették, igaz, de nem egyenlő. Mert ott álltak mellettük azok, akik segítették, akik nem voltak igaz magyarok. Tehát ez a csapat, amelyik ott végig küzdött és beszorult a várba, ez bizony a vezetőivel együtt azt kell mondanom, hogy mindenképpen hősök voltak, akik tudták, hogy miért harcolnak, hiszen tudták, hogy mi következik, ha ez a csürhe bevonul, és végig söpör az országon, és azt is tudták, hogy mi történik Európával, ha ez a csürhe végig rohan Európának egy jelentős részén. Úgyhogy én ezeket mindenképpen igen nagyra becsülöm emberileg is, hogy volt bátorságuk, volt elszántságuk arra, hogy nem megadták magukat, hiszen tudták, hogy ez mivel jár, hanem valóban az utolsó töltényekkel a pisztolyukban és a puskájukban tulajdonképpen minden nehéz fegyverzet kísérete nélkül megkísérelték azt, hogy elérjék a német vonalakat, amelyek akkor hát valahol ott a régi Bécsi út, nem tudom milyen magaslatában lehettek akkoriban, egy jó pár kilométerre voltak Budapest központjából, olyan 23-25 kilométerre. So klein ist das Boot und so groß ist das Meer, kommt es auf jedes Lederbäckchen ran, bis zum letzten Mann. Heimat so weit von hier, Heimat, die grüßen wir, für dich da fahren wir. Den lauernden Tod, Benotor, ran an den Feind, gute Fort. És mi volt a választásuk? Hát nem volt más választásuk gyakorlatilag, vagy az volt, hogy feltétel nélkül megadják magukat, hiszen először semmi nem volt már tulajdonképpen, és akkor kiteszik magukat annak, hogy lemészárolják őket, és ezzel nehogy azt higgyétek, hogy valami helyden itt mondtam, mert hiszen tudjuk, hogy például az alagútban lévő kórházat láncszóróval, hogy mondjam, mentesítették vagy mentették föl, és ott bizony több ezer sebesült katona a lángok közt halt meg. Ilyet a legbrutálisabb hadseregek nem csinálnak, hogy beteg katonákat ilyen módon
likvidáljanak. Hogy különösen felháborító, hogy a mai napig mindent megtesznek az ellen, hogy a valós történelmet megismerjék az emberek, azt tanulják a fiatalok ugye az iskolai órák során. És itt, akik meg szeretnének emlékezni, azt is a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrség minden eszközzel akadályozza és gátolja, hogy ezen részt vehessünk, ezen a megemlékezésen. Ismerjük el, hogy mi volt ennek a jelentősége, és sajnos az kell leszögezni, hogy a háborús veresség, aminek itt a egyik állomása volt ez, az olyan terheket rótt a mai napig Magyarországra, ami miatt ott tartunk, ahol. Tehát egy gyarmati, félgyarmati sorba a centrum periférián tengetve az ország létét. Ez ennek köszönhető. Ugye sokan ezt a Budapest elestét, ugye Budapest felszabadításának nevezik. Hát én nekem rendkívül szomorú gyerekkori élményeim vannak arról, hogy is nézett ki ez a felszabadítás, vagy felszabadulás. Hiszen azt kell mondanom, hogy ez a hadsereg, amelyik hozzánk is a pincébe lévő polgári lakosokhoz, gyerekekhez, asszonyokhoz benyomult, az bizony egy részeg, elállatiasodott csürhe volt. Hihetetlen dolgokat műveltek a polgári lakossággal. Az első naptól kezdve tulajdonképpen azt mondhatom, hogy még az egész 45-ös évben is, és talán még 46 elején is, hiszen még 46 elején is fogdostak össze embereket az utcán, és vittek ki idézőjelbe hadifogolyként civil embereket, ebben még gyerekek is voltak. Ez a csürhe, ez végig erőszakolta az asszonyokat, akiket sikerült elkapniuk a 10 évestől a 80 évesig. Ezek teljesen ártatlan embereket vertek agyon, ha a kedvük úgy tartotta, hiszen részegek voltak, és amúgy is egy teljesen erkölcs nélküli társaságnak tűnt az én szememben.